és csatolva az előzőhöz, már ezekben a napokban, vagy hetekben, egy héttel ezelőtt is, már az utolsó hétben, nagyon sokszor éreztem azt, hogy a rossz, a stressz miatt kialakult rossz légzés miatt már a szintén kicsit zsippad és görcsel ott a gyomor hasam közepe, vagy nem tudom, minek mondjam azt. Tehát ez is egy jelző ok volt, de sokszor mondjuk, ha megnyugodtam, ez elmúlt, és nem alakult ki ilyen rossz gyomor leállásos, bénulásos, görcsös állapot. Igen. És a másik dolog pedig, hogy az elmúlt néhány napban pedig, tehát egy kisebb intervallumban, de a görcsöt megközelítőleges intervallumban pedig hasmenéses állapotok alakultak ki. És ahelyett, hogy abba hagytam volna a hasmenést okozó, tehát például a majonézes csirkés szendvicsnek a fogyasztását, még jobban rányomtam, hogy én csak azért is abból leszek többet, hogy megerősödjek én hülye fejemmel, és hát ugye ez lett az eredménye. Kettő pedig, hogy amit nem lett volna szabad, hogy szenet vettem be, mert a szén az ugye meggátolva, felszívva a mérges gázokat ugyanaz segítve temporálisan, időlegesen, de ezáltal nem engedte eltávozni a szervezetnek a tisztító, béltisztító mechanizmusát, a hasmenés nem engedte létrejönni. És ezáltal azok az anyagok, amelyek a gyomorban maradtak, meg a bélben maradtak, azok továbbra is favorizálták a felhalmozódását a rossz anyagoknak, a méreganyagoknak, amelyek ugye kialakították nálam ezt a görcsös állapotot. Tehát nagyon fontos, hogy a szén ugyan felszívja a gázokat, hogyha egy, mit tudom én, milyen, ha egy erjedéses hasmenésnél például ez ugye nem jelent gondot, az erjedésnél ugye nem nagy probléma az, hogy elhasználódik a cukor a tápanyagból, és a többi ugye azért felszívódhat, és ezért érdemes bevenni szenet, hogy a többi tápanyag ne menjen kárba, plusz ne nyomja ki ugye a hirtelen jött erjedés a régi még elhasználatlan székszeret a vastagbélből, ami még nem alakult kis gombocokká. És ezáltal ugye vizet is kap a szervezet pluszba, ugye, mert nem vesződik el a székletbe. És tehát ez az erjedésnél hangsúlyozom, de ahol nem erjedéses, hanem büdös, kotlós tojás, tothadásszagú, fingás, fosás hasmenés van, ott viszont nem szabad bevenni szenet, sőt szerintem még ilyet sem szabad enni, hanem igenis sok vizet és olyan dolgokat kell fogyasztani, ami hashajtó, hogy kihajtsuk a szervezetből az ott felhalmozódó, akár bakteriális fertőző forrásokat, akár a kémiai, tehát az ilyen kéntartalmú legyületeket, vagy foszfortartalmat, ugye a bokám, vagy mi ez, ami font. Tehát az mindenki fehérjében dús legyületeket. Mert ezáltal csak favorizáljuk a görcs kialakulását, ha nem hagyjuk ki őket. És érdekes még egy csatolva, hogy nekem akkor jön létre még ilyen görcsös állapot rögtön a gyomorba, ha elfogyasztok adott esetben olyan erjesztett tejet, nem azt mondom, hogy erjesztett, bakteriális kezelés által létrejött tejterméket, amiből mondjuk kiveszem a tejsavot, vagy pedig fogyasztottam egy időben a tejbaktériumnak a bevételekor rögtön, ahogy bevettem, és nagyon érdekes, hogy tényleg percekkel rá már ugyanilyen görcsös állapot favorizálódott a gyomromba, és például azt tudom mondani, hogy a vízi kefír által készített limonádé is nálam, de lehet szennyeződött nálam valamivel, tehát nem feltétlenül a vízi kefire rossz, de mindenképpen ez is tejbaktériumokból áll, ugye, és az általuk fogyasztott limonádé hatására is egy ilyen gyomor tájéki görcsös állapot, merevség, tehát nem úgy, hogy merevség, hogy kemény, mint az izé, hanem hogy egy blokkolás, egy bénulás alakult ki, és ilyen görcsös állapot, és pánik rohamszerű előállapot, tehát a pánikrohamot általában rossz légzés és gyomorgörcs és hasonló előzi meg, tehát nagyon fontos, hogy valamiféle tejbaktériumok által előállított anyagról lehet szó, akár a gyomorban a tejbaktériumok felszaporodásáról lehet szó, akár valamiféle olyan fehérje természetű, és a fehérje mindenképpen benne van a pakliban, tehát fehérje természetű anyagról,
ami a gyomorba felhalmozódva kialakítja ezt a görcsös állapotot.